Üdvözlök mindenkit a Solo sorozat következő epizódjában, minden igaz, már a 8. résznél tartunk. És legutóbb ott hagytuk abba, hogy egy faszaszecső raidet bonyolítottunk le. Ami... hát elég nagy faj volt, mert semmit nem hozott vissza. Most így visszaléptem, azt fogadod, hogy jön egy drop. Úgyhogy... megyünk a dropra. És... megnézzük, hogy mit ad. Ismételten megyünk a sziklák közé, minél magasabb pozíciót kell betalálnunk. Most már azért sokkal többen vannak fent a szerveren, és... egy kicsi nehezebb is lesz a dolgom valószínűleg. Az előző epizódban ugye volt két drop, és az egyiket meg kellett küzdeni, a másikra nem is ment senki. Az annak köszönhető, hogy akkor még annyira nagyon sokan nem voltak a szerverem. Hiszen, mint ahogy említettem, azt a délelőtti órákban is videózni szoktam. És azért itt délelőtt nincs szinte senki. Mondjuk az inkább olyan dél környéke volt, mert most már délután van. Valószínűleg még a surinak, srácok mennek haza. A munkának még tudja, hogy nincs vége, szóval az idősebb korosztály nincs fent a szervelem. Meglátjuk, hogy ez nekem jó-e vagy rossz-e. Lehet egyébként, hogy a kisebb emberkék, fiatalabb emberkék egyébként jobbak a játékban, nem tudom. Nem ez a tapasztalatom, szóval ez nekem lehet, hogy jó lesz. Illetve azért még csak nincs akkora tumultus, tehát... ja. Az a drop nincs olyan közel egyébként. Kicsit közelebb kéne mennem. Egyébként meg szeretném nézni, hogy megy rá valaki, és inkább azt lelőni, aki lootolja. Biscuit for the biscuit. Ez nekünk kurva jó lesz. Na srácok, egy kicsikét benyaloltuk a fagyit a délután az AK-s akciónál, utána szedtünk vissza egy kis cuccot, szedtünk airdroppot, kettőt is. Közben én rendeztem a dolgaimat, farmolgattam. Jelenleg így néz ki az arzenál, van felszerelésünk, nagyjából mindenünk van egyébként varrókészleten kívül, ebben csak 4 darab van. Csináltam szimzseket, fát, farmoltam, sütöttem húst, egyéb finomságok, ebből leszünk is. Most pedig kicsit felújítjuk a bázist. Felújítás alatt azt értem, hogy ezt innen eltakarítjuk egy most. Ennek a helyére eldobunk egy ilyet. Hát mondjuk pont nem így, de mondjuk így. Beírunk valami random kódot, mehetünk tovább. Az első ajtót direkt nem cserélem rá armoredre. Mégpedig azért, mert ha meglátják, hogy armored van, akkor igazából nem fognak ajtón keresztül robbantani. Viszont ha azt látják, hogy kint sheet metal van, mint ez a szutyok, akkor lehet azt mondják, hogy menjünk ajtón keresztül, rádobnak egy négy szecsőt, vagy C4-ezik és mennek ajtókon át. De utána pedig fogadja őket ez, és már is elbasztak egy C4-et, vagy bármit igazából. Nos, úgy döntöttem, hogy kapus megoldást csinálok, igazából ezen a szerveren
hogy is mondjam, hát nem igazán tartok attól, hogy nem tudok beírni a kapum. Aztán majd lehet, hogy igazol engem, vagy nem engem fog igazolni a játék. Helyzet az, hogy fordítva raktam le, de pont mindegy. Nem lehet beugrani, jó. Nem így kellett volna egyébként berakni, de teljesen mindegy. Kérdés, hogy elég lesz ez a fal mennyiség. Yep. Tökéletes. Oké, itt már van egy belső kis zárt terem, ez igazából elég jó dolog. És most pedig el fogunk menni komponensekre vadászni, ugyanis abból eszméletlen nagy hiány van. Pontosabban csak egy valamiből, a varrókészletből. Úgyhogy megnézzük, hogy tudunk-e találni. Oké, srácok, nagyjából ennyi komponens tudtunk összeszedni. Viszont nézzétek, mit figyeltem ki. Ennek a bázisnak a falai, a külső nagy falai már lebomlottak. És azt látom, hogy itt dupla falas dolog van megoldva. Vagy valamilyen nagyon hülye módszerre legalábbis. És ez az egy foundation itt. És itt 22 HP-n van. Na most nem tudom, hogy mennyi ütés, gondolom kurva sok lenne érti fölni. Csak mindegy, hogy tönkre megy a helycsütem. Egyébként annyira nem. Pickaxe-eket csinálnám, talán még viszonylag normális időben is le lehetne ütni. Most vagy csinál a gránátokat, ami igazából nem kerül sokba, és leroppantom, és megnézem, hogy mi van belül. Ami valószínűleg ez lesz. Vagy hagyom a francba, de szerintem... Amíg azt átgondolom, hogy... Hopp, eldrop. Ez elfele megy. Na srácok, úgy döntöttem, hogy maradunk a gránátnál. Megnéztem, és nem kerül annyira sokba, és igazából miért is ne. Úgyhogy gránáttal fogjuk megdobálni ezt a fost. Na nézzük, hogy is van ez. Azt mondja, hogy... Ez 17 HP-s. Ja, és még egyik középső, ráadásul már 16. Már ennyit romlott volna. Az kemény. Egyet oda. Egyet oda. Várjunk csak, várjunk csak. Oh. Ez esetben ez probléma. Én azt hittem, hogy erre is annyit sebez, mint a falra, de úgy tűnik, hogy nem. Na mindegy, akkor kirobbantunk egy. Így viszont már nem biztos, hogy megérte ezt a... Nem tudom, mely rakétát. Vagy ahú, rakétát, gránátot. Nézzük. Yep. Ez itt hogy van most? Az a probléma, hogy még ez se visz be. Jó, hát ez nem volt túl sikeres. Az a helyzet. Úgyhogy... Most vagy csinálok robbanó fejes lövedéket.
És kirobasztom az összes alapot, ami ilyen low HP is, ami lenne az észszerű. Vagy leütögetem az egészet. Ezt még átgondolom. Egy biztos, hogy a robbanófejeshez nincsen szulfurom. Tehát szulfurt azt mindenképpen... mindenképpen szereznem kell, és égetnem kell. Úgyhogy most hazamegyek is égetek cuccokat, és utána még megnézzük egy másik bázist, amit most vettem észre, hogy bennem van szembe a hegyen. Sőt, tudjátok, hogy megnézzük most. Nos, hát ez lenne az a bázis. És ahogy én elnézem... hát nem lenne valami nagy dolog berédelni. Még az jó kérdés, hogy hol lett bent a blokkoló, valószínűleg ezt nem tudjuk meg. Két irányból lehet bemenni a bázisba, de szerintem... nekünk ez az iránya jó. Ja, de itt nem tudjuk, hogy merre kell menni, aha. Valószínűleg arra, bár ez egy elég érett arrát bázisnak néz ki. Lehet, hogy ezt megpróbáljuk C4-ebben rédelni. Kíváncsi leszek rá. Na de menjünk haza. Srácok, ilyen szerencsés drop életemben nem volt még. Ezt nézzétek, ide esik a fejem fölé. Na jó, leállítom az explózióval mód, úgy tűnik. És azt akartam craftolni per pillanat. Természetesen a raid miatt. És hát igazából még hagyhatom egy kicsit, hogy menjem, mert eléggé közel van a drop. Illetve nem bánnám, hogyha közben egy kicsit kivilágosodna, mert hát azért valójában semmit nem látunk. Oké, szerintem itt jó pozícióban leszünk. Mondjuk kezd nappalodni, úgyhogy lehet, hogy nappal egy kicsikét most már vissza jönni a hőmérséklet normális kerékvágásba, de ilyen fullos armorban még így is szerintem meg fogunk hagyni. Úgyhogy most ki kell tartanunk. Mennek lefelé a fokok, igen. Bár nem sokat. Sőt, kifejezetten keveset. Amióta kicseréltek egyébként az airdropot és én rohadt lassan esik, szerintem mindenkinek esélye van odaérni, ez a nagy probléma itt most. Őszintén szóval legjobban annak örülnék, ha lenne benne egy C4, és akkor mehetnék raidelni akár. És így is fogok tudni menni raidelni. Csak úgy biztos lesz a siker. Ez sem rossz. Na hát úgy tűnik, ezek elmentek. A harmadikat még nem láttam elmenni, de biztos elmentek. Vagy nem. Jó, szerintem egyébként leléptek, úgyhogy nincsen gáz. Az ajtókat itt lesz az idejébe csukni, hogyha visszajönnének rage-elve, baby rage-ként. Mi az, hogy rám lőttél? Mi van? Berédellek! Akkor inkább becsukom az ajtókat. Na, irány a ház. Nézzük meg, mit tudunk csinálni. Ez a 80 explosive ammo-va. Ezt mind arra kraftoltam be, hogy most azokat a foundation-öket le fogjuk tudni bontani. Hoztam magammal a szüncseket is, az előző 3 lesz nem jött vissza. Viszont eléggé tartok attól, hogy visszafognak a lövések hangjára, úgyhogy... egy V3-ban valószínűleg veszteni fogok. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk nagyon szar vagyok, vagy ők nagyon szarok, vagy ők nagyon jók, vagy én vagyok nagyon jó, hanem egyszerűen azért, mert többen vannak. 1v3-at lehozni azért, hát nem lenne könnyű. Mindegy, ha arra kerül a sor, akkor meg kell próbálni. Nagyon más nem tudok csinálni.
Oké. Ott aludt. Vajon lebomlik-e? Csomó minden leesett, az a baj, hogy... Ez a baj, hogy nem ide belőle. Most már viszont igen. Oké, így fel fogok tudni építeni. Már hogyha engedi valahol, ó, tök mindegy, építünk kívülbe. Na nézzük, mit feltöget ez számunkra. Oszt a gyerekek! What the fuck? Ne. 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 Jó. Oké. Most ezt kéne csinálni. Kéne csinálni egy blokkolót. Egyébként tudom, hogy kicsit könnyűnek tűnik ez a széria, és egyébként pont ez volt a célom. Tehát mielőtt valaki elkezdeni a komment szekcióban nyomogatni ezt a hülyeséget, hogy túl könnyű, mert lofokon játszok. Tegyük hozzá, hogy ebben teljesen igaza van, délután abszolút lopok a szerver, este egyébként egész rendesen beindul. Tehát... este azért vannak fent viszonylag sokan. És... és egész jó PvP-k szoktak kialakulni. És speciál... nem, vettem részt bárban, csak ez a baj, tényleg ezt már mondtam többször, és ez a szerver egy probléma van. Túl nagy rajta, túl sok benne a nagy klám. Tehát ez a probléma a szerverrel is. Ez ugye meg tudja jönni a játékmenetet, ha nézzük, mi az, ami nem kell. Jó, ezeket visszük. Fú, srácok, ez valami baszott nagy profit lesz. És egyébként, hogy visszatérjek el a Lovepopra. Képzeljétek el, hogy ezen a szerveren is mennyire sok idő nekem ezt felvenni. Már most ez a negyedik részbe kerül bele. Mármint a...
Hanyadikba is? Hát egyébként, hogy folyamatosan rosszul mondtam a... a számokat. Na mindegy. Tehát ez szerintem már a 8. vagy 9. rész lesz így össz-vissza sorozaton belül. Nem tudom, mert egyébként múltkor pont azt néztem, hogy 5. részig mentem el a legutóbb is. Valamiért a videókban én azt hittem, hogy én csak 4-ig voltam ott, úgyhogy... Na mindegy, lehet, hogy egy csomó szó egyébként rosszul mondtam. Lényegtelen. Úristen, mit vigyünk innen? Vigyük ezeket. Azok nem kellenek. Ez kell. Ez. Az az egy kötél, nem kell. Ezeket itt hagyom. A szemitel. Van rajta egy scope. Az nem rossz. Ú, ezek kellenek. Illetve kelleni fog. Az összes szín is. Igazából ez nem kell. Igazából azt el tudom hozni, ezt el tudom hozni. Csont kell nekünk. Akkor igazán mondanám, hogy kell. Nem akarok amíg kétszer fordulni ezen a nagy bűnös helyzet. Ezt se kell tulajdonképpen. Jó. Ez egy oké, hogy megvagyunk, viszont ezek a külső loot roomok még érdekesek, mert lehet, hogy ezekben még van... Ó, oh, bazd meg. Hogy van ez? Azokat az ajtókat még le lehetne ütögetni. Lehet, le is fogjuk egyébként. Sőt, le is fogom ütögetni azokat, mindet, az összeset. Majd persze később. Ezt nem tudom valami csendesebb fegyverrel lelőni. A kalapács meg lett volna. Whatever. Na srácok. Annyi mindent hoztuk az, hogy le se fogjuk tudni szerintem pakolni. Én nézzük, minek lesz helye, ez kurva nem oda megy. És minek nem. Jó, hát elég sok mindennek nem lett helye. Azt mondja, hogy ezek jönnek ide. A szenet majd lentre viszem, a komponenseket, hát egyenről lehányjuk ide. Csinálunk egy cupboardot. Azt mondja, hogy kell 5000 fa sütőnek, a többit visszük el építeni. Illetve a többiből csinálunk pickaxe resources. Nos, időközben rájöttem, hogy ezek az, azok az ajtók, amik belül vannak, a három bejáratnak az ajtai. Tehát körülbelül úgy néz ki, hogy itt bemész. Mész fel egy szintet a hatchen, ott van a második hatch, felmész azon is. És ott belül, a hatch mögött vannak a dupla ajtók. De egyet meg fogok próbálni, megnézem, hogy azok mögött lehet-e út. Viszont, mert ugye bár gondolhatták úgy, hogy oda senki nem jut be. Mert lehet, hogy dupla szinteztek, bár nem hiszem. Megnézem. És kiderül, hogy hogy is van ez a dolog. Addig is ide lerakunk egy blokkolót. Azért, hogy illetéktelenek ne építsenek fel, amíg én itt szólok az ott. Szerintem úgy se találják meg ott, úgyhogy nem is fedem be. Teljesen felesleges. Na, ugolj már fel. Pikkeljünk mondjuk erre, legyen ez a kezdőpont. És akkor találkozunk ezután. Nos hát, jól tippeltem. Emögött nincsen semmi. Ilyen követem az egészet. Jövett van annyi a picsába volt, egyébként mindegyiknél ez van. Mindegy, meg kellett próbálnom, hát ha van valami mögötte. Ez most nem jött be. Igazából az a 13000 vagy 4000 szulfur is teljesen tökéletes, amit innen loptunk, meg a csomó hálkú, meg minden. Mondjuk azt nem értem, hogy hogy nem volt több fegyverük, de nem szeretnék ezzel most kötözködni. Tulajdonképpen minden, ami fontos, az meglett. Ó, ezeket itt hagytam. Nem itt egyébként metal orra lenne szükségünk, mert majd ezeket átszozom. Anyway, ez az epizód most ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek.
Ha tetszett nektek, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg. És a következő szóló epizódban találkozunk, remélhetőleg. Na, addig is sziasztok!